Jó napot kívánok a kedves nézőknek! A mai Láthatárok műsorunk a hagyományőrzésről szól. Nézzék meg, hogy a hercegszőlősi járás egyik kicsin falujában mely az az esemény, amit minden évben megszerveznek, és ezen keresztül ápolják a magyar hagyományt. Ezen kívül nézzék meg, hogy Szlavóniában, Kórógyon, hogyan is ünnepelték meg az Aranykalász folklórszemle 10. jubileumát. Jó szórakozást kívánunk! Kőben már évek óta a Tánc Magyar Kultúra Egyesület megszervezi a baranyai édesszájúaknak szánt hagyományos sütemény kiállítását, amelyet mindig szívesen látogatnak meg a vendégek. Ez egy kiváló társalgási hely is. Idén a vendégek elé az asztalra 65 féle sütemény került, amelyek nem csak a szemnek voltak szépség, hanem végig lehetett őket kóstolni. Idén a sütemények mellett a vendégek egy kötény kiállításban is gyönyörködhettek. 9. alkalommal szerveztük meg a kalács kiállítást, hát lehet látni a vendégek sokaságáról mennyire vannak megelégedve. Ez nekünk nagyon sokat jelent, mert önélkülik ez a manifestációnak semmi értelme nem lenne, ezért minden évben épp ilyen erővel, törekvéssel és akarattal készülünk, sok kalácsot csinálunk, modern kalácsot, sósat, klasszikus, öreg kalácsokat készítünk, hogy mindenki megtalálja, amit szeret. Az idén kibővítettünk a programot kötény kiállítással. A mi időnkből, édesanyánk és nagymamáink idejéből kézimunkával elkészített kötényekről van szó. Annyira örülünk, mi kőiek, kevesen vagyunk, és mindig van, akinek van más elfoglaltsága, és nem tud valami bizonyos okokból csinálni, és az helyett mindig kapunk a szomszédos falvakból barátnők, akikhől mi is eljárunk, ők, ha megkérjük őket, nagyon szívesen eljönnek, szeretnek velünk lenni, sütnek, hoztak kötényt is, és együtt ünnepelünk, együtt örülünk az ilyen dolgoknak. Reménykedtünk, hogy jön valami pénz, mert aki dolgozik, annak kell is, hogy legyen gyümölcse, hogy kapjunk valamit érte, létezzünk, dolgozunk szorgalmasan, úgyhogy vártunk, hogy lesz valami belőle. Hogy megtartsuk, azon nem kételkedtünk, mert annyian kérdezték már 5. hónap óta a szomszédos falvakból is, meg innen is, hogy mikor fogjuk megcsinálni, hogy a vendégek véget is meg kellett szerveznünk ezt. A kői kiállítást minden évben szakértő is meglátogatja, és ezt az eseményt a népi hagyomány értékei közé sorolja. Névről évre követjük ezt a rendezvényt, és hát minden évben sikeresnek bizonyul. Örülök annak, hogy idén ez a tartalom bővült egy más jellegű tárlattal is. Azt gondolom, hogy a sütemények, a kalácsok, azok végigkísérik az ember életet, különböző sorsfordulóit, tehát nem múlik el egy keresztelő, egy lakodalom, vagy akár egy halott titor sem anélkül, hogy az asztalra ne kerülne kalács vagy sütemény. És hát a jelen pillanatban itt ez a rendezvény is egy igazán gazdag lakodalomhoz hasonlít, és hát a lakodalmak nem múlhattak úgy el, hogy a szakácsnők, a készítő rokonság ne hímzett volna az adott lakodalomra, az asszonysereg természetesen, de ebből a férfiak sem maradtak ki, tehát a segítség, aki a konyhán segítkezett a készítésnél, a felszolgálásnál mindig hímzett kötényt tett maga elé, és hát azért voltunk és vagyunk olyan hiúak, mi magyar menyecskék, hogy azért minden lakodalomba újat készítettünk.
lehet, hogy ma már ez ugyanúgy, mint a süteménykészítés tudománya, úgy a népi hímzés is valamilyen módon már alábbhagyott a fiatalság körébe, de épp ezek a rendezvények, épp ezek a kiállítások azok, amelyek fölhívják a figyelmet arra az egyedi értékre, amelyet egy kézi munka, egy édesanyánktól megörökölt tudás jelent egy-egy családba az átörökítés során. Az idősebb kiállítók régi receptek szerint készítették el az édes és sós süteményeket, amit még édesanyjuktól örököltek. Hoztam kötényeket is, mert ez valamikor még édesanyám varta, akkor már hordták lakodalomokba, de mivel most már kevés az ilyen lakodalom, most már lassan ki fog múlani, de nagyon szerettünk, mert mindig azt néztünk, hogy minél szebbek legyenek, szépen ki legyen keményítve. Akkor, amikor fölhordtunk, volt egy, utána volt a másik. Úgyhogy cseréltünk, hogy mindig, hát büszkék voltunk ugye a szép kötényökre. De hát sajnos ez máma kimegy a divatba, mert hotelokban vannak a lakodalmak, ugye a sütemények szintén úgy. Mindig azt néztünk, hogy sok fajta sütemény legyen, szép legyen, és jó is. Én háromfajta süteményt sütöttem, és egyfajta pogácsát. Úgyhogy legyen sós is, meg édes is. Én inkább a régit szeretem, mert a nagy finomak a modernek is, csak az sok ilyen tejszínhabosak, de hát ez olyan hagyományosabb, és inkább ilyen melegben jobban eláll az. Mert anyikám az nagyon sokat sütött, az lakodalmakba járt sütni, és mindig írta, úgyhogy egy új irkám van, amit ő írt, azt még őrzöm, ha én meg fogok öregödni, hogy legyen valami kiolvasni, mert most már olyannak hát használtak, sokat lettek használva, ugye, és már elfogynak a betűk belőle. A kóstolók között találtuk a járás előjáróját is, aki ritka esetben hagyja ki a süteménykiállítást. Nagyon örülök ennek a kiállításnak, és örülök annak, hogy a Kői Kultúregyesület, de különösképpen a női szervezet, vagy a hölgyek itt fáradhatatlanul dolgoznak, ami tulajdonképpen látszik ennek a kultúrotthonnak a környékén, látszik az a tisztaság, a pedánság bent a kultúrotthonba, és tulajdonképpen ez, amire amit ők választottak, hogy már itt van 9. éve, már 9-el megszervezték ezt a süteményt, kiállítást, ez mutatja azt, hogy szorgalmasak is, és ami még lényegesebb, hogy tulajdonképpen, amit én itt az üdvözlő beszédemben kihangsúlyoztam, hogy értenek is hozzá, tudják csinálni. Tehát ez mindenképpen az ő szorgalmuk és a hozzáértésük. Úgyhogy valóban a bent kimutatott vagy felszolgált sütemények közül nagyon nagy szakértőnek és nagy művésznek kellene, hogy legyen, aki itt ki tudná választani úgy Isten igazából a legjobbat. Hát remélem, hogy a megjelent érdeklődők, a közönség végig fogják kóstolni már, aki amennyit bír, és a leegyszerűsített egy kicsit a gyakorlati részét is nézzük, ki lett sorsolva, azok az első hely, második hely, harmadik hely. Én valóban gratulálok a nyerteseknek, és ahogy ez ki lett hangsúlyozva a bevezetőbe, bármelyik tárcát, ha külön bírálták volna, valamilyen módon megérdemelte volna az első helyet. Remélem, hogy a jövőre, ha megérjük a 10. éves évfordulót, hogy akkor méltóképpen azt is meg fogjuk ünnepelni itt ebbe a kultúrotthonba. Kúrógyon is hagyományos rendezvényre került sor az Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület szervezésében az idei Aranykalász folklór szemlére. Ez alkalommal a helybélieknek és az odalátogatóknak számos magyar táncsoport és kórus mutatkozott be Szlavóniából és Baranyából. Idén ez a rendezvény jubiláris évforduló volt. Az esemény az aratás kezdetét szimbolizálja. Ez a jubiláris 10. aranykalász folklórszemle. Öröm számomra, hogy idén is, ha bár ilyen nagy melegségben, de hisz aratás van, akkor aratási aranykalász folklórszemle lesz nálunk itt Kórógyon, és öröm számomra, hogy 12 csapat fogadta le meghívásunkat,
remélem, hogy egy gyönyörű műsor lesz itt, fölvonulás, és mindenki megmutatja azt, amit eddig éveken keresztül dolgozott, kimussassa azt, hogy meg tudja tartani kultúráját, nyelvét, szokásait. Elsősorban egy iskolától egy fölvonulás várja a nézőket és az ideérkezőket. Kicsikét mutassák meg, hogy hogyan is néznek ki a természetben, vagyis az utcán. Utána pedig egy gyönyörű kultúrműsorról lesz, remélem, hogy egy órás, kettő, attól függ, hogy mennyi műsort annak a csapatok. Még a régi időben, úgy mondom, aratás ünnepség volt már itt Kóródjon. Szóval tudjuk, az aratás az életnek a kezdete, kenyének a kezdete. Ez is elsősorban, amikor visszatértünk, először arattunk, és ilyenkor volt az első aratásunk 98-ban, amikor visszatértünk a menekül sorsból, és ezt a tradíciót most éveken keresztül ápoljuk, és ez, ha bár a nyaralás megkezdődött, mindenki a határban van, de remélem, hogy szakadnak időt egy kicsikét erre az ünnepségre is. Kóródjon is, a már ismert helyzet uralkodik, a fiatalok sorban hagyják el a falut, a jobb jövő érdekében. Most ebben a percben a népszámlálás alapján 540 lakosa van a falunknak, annak 85%-a magyarnak nyilvánította magát. A gazdaság nehéz napokat él most, nem csak itt Kóródjon, a Horvátországban, és ezért a fiatalok nagy része sajnos lement a tengerre vagy külföldre. Úgyhogy itthon csak azok maradtak, akiknek muszáj maradni, vagy nem találtak más munkalehetőséget. Itt megpróbálnak földművességgel foglalkozni. A házigazda egyesületnek három szakcsoportja mutatkozott be. Táncoltak gyerekek, felnőttek is, és kórusuk is énekelt. Az Arany Kalászon baranyai csoportok is felléptek, akik ünnepelni jöttek közösen a kóródjakkal. A csoportok Laskóról, Várdarócról és Dárdáról érkeztek, különben a rendezvény résztvevői a Magyar Egyesületek Szövetségének tagszervezeteként működnek. Oh.
Vége nem volt sem az éneknek, sem a táncnak. A táncos lábú és pacsirtadalos szlavóniai magyarok Vinkovácról, Ójánkovácról, Marincáról, Csákról, Harasztiból és Lászlóról érkeztek.
kisebbségben az erő. Ilyen összejöveteleken, rendezvényeken mindig észleljük, hogy vagyunk, még ha fogyatkozásról is beszélünk mindig. Csak tudnunk kell ezt a még élő és létező magyar közösséget megtartani. Legfontosabb feladatjuk a szülőknek van. Megőrizni és átadni a nyelvet és hagyatékot gyermekeiknek, azután szerepük van mindazoknak, akik nap mint nap a magyar identitás megőrzésén fáradoznak, hogy szülőföldünkön még sok éven keresztül magyarként boldoguljunk. Énekeltünk, táncoltunk, gyönyörködtünk a népi hímzett kötényekben, a finom és szebbnél szebb süteményekben. Mi további vidám perceket kívánunk önöknek, és ugyanúgy kívánjuk, hogy továbbra is maradjanak hű nézőink. Viszontlátásra!